A folytatásban pedig disznótoros Szabó Tamás a vendégünk, akit szeretettel köszöntünk. Hát most már nem sokat kell aludni. Ugye itt van a disznótor a nyakunkon, amúgy is ennek van ilyenkor itt a szezonja, de hát nagyon készültök ti is. Így van, én is üdvözlöm a nézőket, szervusz. Igen, ennek van itt a szezonja, ugye a farsang időszakát éljük, tél van még, a hagyományos időszak ugye elkezdődik András napkor, és ugye egészen a farsang végéig tart, ilyenkor a nagy eszebiszom ideje van, így a disznótor, a disznóvágások ideje is, így próbáljuk ezt a hagyományt feleveleníteni és újra bemutatni a nyíregyháziaknak, hisz sokan ma már nem találkoznak ezzel a hagyományosnak számító műfajjal, mint a disznóvágás, a disznó feldolgozása jelent. Sőt, hát sokan nem is tudják, hogy ez hogy készül. Tehát, hogy a kolbász meg a hurka, hogy az először lábon jár, és utána lesz belőle majd. Az kolbász. Egyik célunk többek között ez is, hogy a hagyományőrzőzésen keresztül bemutassuk az új generációnak, a fiatalabb generációnak, és hogy igen, ez nem a hűtőpoltba terem magától, tehát, hogy igen, ez négy lábon jár, ez egy élőlény, amelynek a élete végét általában ugye a disznóvágás napja jelenti, így a nyíregyháziak is, illetve az ide látogatók 22-én szombat reggel 6:30-tól részesei lehetnek ennek a folyamatnak, hogy hogy is készül el a kolbász és más finomságok. Ha valaki mondjuk nem akar menni a disznóvágásra, van olyan, aki mondjuk fél tőle, vagy gyerekkel van, és nem akarja megmutatni, mikor érdemes kilátogatni annak, aki már kóstolni szeretne? Inkább. Aki már kóstolni szeretne, ugye az ugye 8-9 óra fele, hisz a frissen levágott disznó feldolgozása megkezdődik, így a hagymásvértől a frissen sülteken keresztül. Érdekes, hogy azt figyeltük meg a tavalyi évben is, hogy egyre több éppen gyermekes szülő látogat ki korán reggel 6:30-kor a disznóvágásra, és a apukák vagy akár a nagypapák meg akarják mutatni. Ugye már otthon nem tartanak, nem tudják életközelbe, testközelbe megmutatni, hogy hogy is történik. Ezért is ugye az önkormányzat egész nap buszjáratokat indít, amely ingyenesen vehető igénybe, és ugye az első reggel 6:00-kor indul a vasútállomásról, hogy pont a disznóvágásra, erre a mozzanatra is ki tudjanak érni a látogatók. És hát folyamatosan programok. Ha jól emlékszem, nagyjából egy hónappal ezelőtt voltál itt nálunk, és akkor még a fellépőket nem nagyon mondtuk el, most már megvannak, hogy kik. Most már megvannak, igen, ugye most már a sajtó útján is lehetett róla értesülni, megjelentek a nagy plakátok, illetve a City Light plakátaink. Ugye a kétfajta stílus próbálunk megjeleníteni, egy hagyományőrző, a népszokások megelevenítését, illetve ugye a disznóvágáshoz tartozó mulatozás és mulatós énekek fognak itt fölhangzani. A szombati nap programja kapcsán ugye az Igrice néptáncsoport fog fellépni, Érpatakról érkezik egy asszonykórus, lesz egy csilijövő versenyünk, ami ugye újdonság, tavaly és tavaly előtt még nem volt. Itt az igazi bátor tirpák legények meg tudják mutatni, mennyire kemények, és hogy mennyi csilit tudnak megenni. Magát a paprikát kell megenni? Nem, ugye hát nincs itt a ideje a csili paprikának, úgyhogy a csili por, különböző csilikumok részvételével fognak ételek elkészülni. Annyit lehet, hogy lesz mondjuk nagyon erős kolbász, lesz nagyon-nagyon erős mustár hozzá, tehát itt egy többfogásos menüt kell a bátraknak végigkóstolniuk, és aki talpon marad, illetve meg tudja enni az egész adagot, az lesz ugye a legerősebb csilievő itt a versenyen. A csilievés után a Zene Express fog következni, ahol fellépő lesz Varga Viktor, Fási Zsüliát, az Apostol Együttes, Fási Ádám és a Digitál Zenekar is. A program vége mondjuk ugyan 6 óra fele lesz, akkor gondolom már mindenki jól fog lakni, és kellően elfáradnak az emberek, hisz másnap újra várjuk őket szintén a Sóstói Múzeumfaluba. Ekkor már egy kicsit később kezdünk, 8:30-kor lesz a kapunyítás, ekkor már ugye nem lesz a disznóvágás első mozzanata, a mangalicamalacok leszúrása, itt már a feldolgozásra helyezzük a hangsúlyt, illetve egy farsangi szokásokat szeretnénk bemutatni. Itt látható lesz a Szamosháton, ugye a megyénkben a 60-as évek még felgyűjtöttek egy falukerülést, ezt fogják megeleveníteni, ez egy télűző falukerülés lesz, különböző zajeszközökkel, illetve maskarások megpróbálják elűzni a rossz időt, várva, készülve a tavaszra. A farsang kapcsán ugye ez még a bőtöt megelőző farsang farkának nevezett időszakot élünk, ilyenkor még a nagyon zajos, játékos, bohókás, maskarás felvonulások, mulatások ideje, de gondolunk a gyermekekre is, hisz ők itt elkészíthetik a szülők nagy örömére különböző hangkeltő eszközöket, amelyet majd hazavihetnek, és otthon is igen, a szülők és szomszédok örömére ezeket a hagyományos eszközöket tudják használni, de lesz gyermekkoncert is, illetve
fellép Erkárpáti Péter, aki amúgy főzni is fog a vasárnapi nap folyamán, tehát több oldalról is meg lehet őt ismerni. Fellép az MC Haver és a Teknő, illetve Nótár Méri fogja zárni vasárnap délután a programsorozatot. Biztos mindenkit érdekel, hogy hogy zajlik a kóstolás. Kóstoló jegyet kell venni, vagy oda lehet menni egyes standhoz, és akkor ott ki kell kifizetni, mondjuk ha valaki kolbászt vagy hurkát szeretne enni. Ahogy a Tirpák Fesztiválon is megszokhatták, itt a Disznótoros Fesztiválon is kóstoló jegy ellenébe lehet majd kóstolni. Ugye egységesen a belépő jegy az 500 forint, de csak 130 cm fölött. 130 cm alattiak, aki át tud bújni a kapun megjelölt mérték alatt, azok ingyen jöhetnek be, és a kóstoló jegyeket 500 forintért lehet ugyanúgy venni, hogy tavalyi évben is, az árak ugye itt nem emelkednek. A különböző csapatoknál kóstoló jegy ellenébe lehet kóstolni. A hagymásvértől tényleg a toroskáposztán át, illetve másnap levesek, kocsonya, füstölt árukat is meg lehet kóstolni, tepertőt, frissen sült zsírt. Tehát megpróbáljuk tényleg a fülétől a farkáig feldolgoztatni a csapatokkal a disznókat, hisz ez régen is így volt, hogy nem volt úgymond hulladék, hanem az összes része feldolgozásra került. Akkor az elmúlt napokban komoly előkészületekre volt szükség. Azért egy kocsonya nem készül le szombatról vasárnapra. Így van, tehát a csapatok egy része már elég régóta. Ugye a szombati napnál nem nagyon tudnak előkészülni, csak fejben, illetve a fűszereket, eszközök tisztítása zajlott le, hisz akkor ott a malacot ott kapják meg, amely ugye így is Dunántúlról fog érkezni, tehát elég messziről kell, hogy jöjjön, itt a különböző állategészségügyi előírások maximális figyelembevételével. A szombati nap után ugye vasárnapra már elő tudnak készülni, a kocsonya talán igen, de a többi részéthez még nem kezdtek neki a csapatok. Még van azért időbő, egy hét, nem szokták ennyivel előtte. Hány csapat lesz összesen, illetve hány malacot kellett így hozni? 60 malaccal készülünk, tehát az első nap ugye az biztos szükséges lesz. Ide jön 16-18 csapat lesz, ugye ez a múzeum faluba különböző portákon kerül majd elhelyezésre. Próbáljuk, ha más településről érkezik, és a múzeumban van olyan ház, amely arról a településről származik, akkor egyértelműen úgymond hazajöjjenek a különböző csapatok, de elmondhatom, hogy akár Szlovákiából is érkezik a vasárnapi nap két csapat is. Tehát megkóstolhatunk olyan ételeket is, amiket mi ismerünk, de azért egy kicsit máshogy készítik el. Nagyon érdekes, én sok-sok évvel ezelőtt voltam, és emlékszem Dunántúlról is jött akkor például egy csapat, és teljesen másképp készítették el, mint amit mi megszoktunk itt Szabolcsban. Tehát teljesen más, hogy ugye Kaplonyról is érkeznek hagyományosan, ők is más, hogy már maga a feldolgozás is más, hogy történik, és tudjuk, hogy Magyarországon hasáról bontanak, Erdélyben nagyon sokan hátról bontanak, tehát már maga a feldolgozás folyamán is rögtön észre lehet venni, hogy ki az, melyik tájegységről érkezik, hisz mindenki magán viseli annak a jellegzetességét, és ez a fűszerezésbe, illetve az étel ízébe is érződni fog szerintem. Úgyhogy végig kell kóstolni, azt ajánlom mindenkinek, akár a toroskáposztát is megnézni, hogy az erdélyek hogy készítik, és mondjuk egy Szlovákiából jött magyarok, tehát hogy készítik, vagy egy felvidéki, vagy kárpátaljak. Igen, tehát több országból is, hisz nemzetközi a böllérverseny is, és sokan maradnak másnap is. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, szombat-vasárnap remek programnak ígérkezik majd. Mindez, én azt javaslom, hogy aki teheti, menjen ki mind a két nap. Mindenki. Akár a kezdetektől a végéig. Tényleg mind a két nap 20 percenként jönnek ingyenes buszjáratok, úgyhogy a fogópálinkát is, illetve a forralbort is meg lehet kóstolni, aki gondolja.